Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében tárgyalt és szavazott törvénymódosításokról az országgyűlés. Ennek eredményeként változás jöhet az első jogosítványt szerzők körében. Aki minden vizsgáját sikerre letette, az vezethet majd, mielőtt még jogosítványát készhez kapná. A törvénymódosítás szerint a vezetői engedély igénylése és gyártása automatikusan és illetékmentesen történik majd. Már csak néhány napig használhatók a régi 500 forintos bankjegyek készpénzes vásárlásnál. November 1-től az idén februárban megjelent, megújított 500 forintos címlettel lehet fizetni. Október 31-én a Magyar Nemzeti Bank bevonja a forgalomból a régi 2018 előtt kibocsátott 500 forintos bankjegyeket. A régi bankjegyek még hosszú évekig nem veszítik el értéküket. A bevonási határnapot követően a hitelintézetek és a posta 3 évig, a jegybank pedig 20 évig díjmentesen váltja át azokat azonos címlet törvényes fizetőeszközre. Óriási utasforgalomra számít a hosszú hétvégén a MÁV, a vasúttársaság közleménye szerint a 4 napos hétvégén 500 ezer utasra számítanak, ezért a lehetőségekhez mérten plusz kocsikat kapcsolnak az Intercity vonatokhoz. A vasúttársaság a pénztárak előtti sorbanállás elkerüléséért azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyet váltsák meg interneten vagy a mobilos applikációban, ahol 10%-kal olcsóbbak a jegyek. A szokásos kedvezmények a hosszú hétvége alatt is érvényesek.